az Actinidia Deliciosa Jenny-t szeretném önöknek bemutatni, tehát a Jenny öntermékeny kivélyémet. Többféle méretben, már ilyen 10-20 cm-es kis pici méretben is, 80-100 cm-es méretben is, illetve 80-100 cm-es előnevelt méretben is állok a rendelkezésére a tőlem vásárló kertbarátoknak. Itt most egy jó párat itt összegyűjtöttem itt a sor elején, próbálok egyet mutatni önöknek. Hát kérem szépen, most április vége, május eleje van, és hát ilyen gyönyörű szépek ezek a Jenny kiviaim. Természetesen el vannak látva egy jól látható kis ilyen etikettel, amin a legfontosabb információk rajta vannak. Na most tulajdonképpen, ugye ez egy ilyen bambusz karó mellett van szépen megnevelve, felfutatva, illetve hát itt alul már lehet látni, hogy mennyire szépen be vannak gyökeresedve ezek a Jenny öntermékeny kivik, és hát a kivire jellemző nagyon szép lombozott a levélzettel, és hát kérem szépen ezért szeretjük aztán a május meg a június a kivik életében, mert hogy elképesztő gyorsan nézzék, tehát ez a körülbelül 20 centi, ami itt van felül, ez a nagyon finom, friss zöld hajtás, ez bizony az elmúlt egy héten belül nőtt, tehát rendkívül gyorsan tud nőni a Jenny kivit, a többinél is lehet már látni, látják ezeket a szép kis hosszú finom szálakat, hát fantasztikus, én úgy szeretek úgy elidőzni mindig ezeknél a kis vörös, szőrös kis hajtásvégeknél. Na de vissza a Jenny kivire, tulajdonképpen akár tűzőnapra is lehet ültetni, bár a félárnyékot is tűri. Na most az öntermékeny kivinek a lényege, hogy azért ebből nagy telepeket ne csináljunk, tehát tulajdonképpen azért az öntermékeny kivik is teremnek, de terméshozamban és sok minden másban azért elmaradnak a klasszikus porzós termős variációtól. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy darab erkélye, egy balkoládája, és oda nem akar fiú-lány beültetni kivikből, mondjuk a Highwardot vagy a Tomorit, akkor kérem szépen a Jenny, ez egy kiváló választás lehet egy darab kivinek, vagy ha valaki azt mondja, hogy a levele miatt szeretné ültetni, hiszen dísznövényként is fantasztikusan megállja a helyét, és esetleg a terem, akkor terem. Most általában teremnek a Jenny kivik, csak még egyszer, ha valaki nagy üzemben szeretne, vagy tényleg a családi asztalra szeretne kivit előállítani, akkor neki hagyományosan ezt a porzós termős variációt javaslom, de valaki azt mondja, hogy neki csak egy vagy két-három darab kell, vagy adott esetben csak egy, akkor ő neki pedig a Jenny kivit. És kérem szépen, az előnevelt Jenny kivieim így néznek ki, tehát a kertészetemben, hogyha megrendelik, akkor ilyen formában, ilyen kiszerelésben ilyen növényeket kaphatnak.